Legfontosabb az emberek védelme, ennek megfelelően csak így módon lehet bejutni a Bonyhádi Városházára. A hivatalban csak azok az előadók dolgoznak, akiknek feltétlenül benn kell lenniük. A többiek otthonról végzik feladataikat. Természetes emberi reakció, hogy az ismeretlentől, a bizonytalantól tartunk, de éppen ezért fontos, hogy amit meg biztosan tudunk, azt fegyelmezetten betartsuk. Azt tudjuk, hogy a koronavírus, mint minden egyéb vírus, közösségekben terjed a leggyorsabban. Éppen ezért hozta meg a kormány a korlátozó intézkedéseit, és ezért hoztam én is döntéseket mindannyiunk érdekében, ami tényleg valamennyi bonyhádi lakosnak az érdekét szolgálja. Március 16-án jelent meg a kormányrendeletben az a rendelkezés, amely a 70 év felettieknek a lakossághoz szól, és arra kéri ebben a rendeletben a kormány a 70 év feletti lakosságot, hogyha egy mód van rá, akkor ne hagyják el otthonaikat, és mindazok, akiknek nincsen családtagja, hozzátartozója, szomszéd, aki az ellátásokat megoldaná és segítene nekik, és ezt önként vállalják, hogy otthon maradnak, azokról természetesen azoknak az ellátásáról gondoskodunk el, ez a polgármester feladata. Mi ezt a feladatot a gondozási központon keresztül fogjuk ellátni, már mindent végigbeszéltünk az intézményvezetőkkel, jegyzőasszonnyal közösen, hogy milyen módon fog ez az ellátás zajlani. A tájékoztatását a lakosságnak megkezdtük, de nem csak a honlapon, a Facebookon, az Instagram oldalon, a városnak a közösségi felületeinkkel ezeket az információkat átadni, hiszen pont az idős lakosság az, akik nem feltétlenül látják ezeket. Ezért készül egy szórólap, amely a legfontosabb információkat tartalmazza, és amelyek legkésőbb hétvégéig minden háztartásba Bonyhádon eljutnak. A gondozási központnak a telefonszámai szerepelnek rajta, és hogy milyen ellátást igényelhetnek. Tehát mindenképpen hangsúlyozom, hogy jelentkezniük kell a 70 év felettieknek, azoknak, akiknek a családtagjai, közvetlen hozzátartozói, barátai, ismerősei, szomszédok nem tudnak segíteni. Ez a feladat, ez az ellátás megoldott, megszervezett, csak várjuk azokat az időseket, akik ezt igénybe szeretnék venni és jelentkeznek. A számos korlátozó intézkedést kellett meghoznom polgármester jogkörben, ezeket haladéktalanul meg is tettem, ezek között szerepel a közös önkormányzati hivatalnak a nyitvatartása, illetve az ügyfélfogadási rendje. Az ajtón jól láthatóan ki van helyezve, hogy egy héten kétszer, kedden és csütörtökön fogadunk ügyfeleket. Mindenkinek igyekszünk az ügyeit legalább olyan tempóban elintézni, mint ahogy az eddigiekben, de azért azt lássuk be, hogy ez egy másik helyzet, mindannyiunktól egy másik fajta hozzáállást és gondolkodást igényel. Itt mögöttem láthatjátok, hogy kihelyeztünk az asztalon különböző tárcákat, ide kerülnek be az ügyiratok, azonnal mindegyiket nem kerül föl intézésre, hanem némely idő elteltével kerül a kollégákhoz. A kollégák ugye egy hivatalban azért könnyen meg lehetett szervezni, többségében otthon dolgoznak, otthon végzik a munkájukat, azokat a programokat, amelyekkel ők elérik a központi rendszereket, minden laptopra föltelepítettünk, és semmi akadálya nincsen annak, hogy folyamatosan az otthoni munkavégzés működjön. A járvány hatására folyamatosan érkeznek a lemondások az előre bejegyzett esküvőkről. Aki mégis úgy dönt, hogy most köti össze az életét, azok maximum 8 fűvel ünnepelhetik meg az esküvőt, mondta el Puskásné Szögi Petre jegyző. Az egyéb anyakönyvi ügyek intézését elektronikus úton el lehet végezni. Aki pedig nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel, az a beadványát a közös hivatal portáján adhatja le.